Országszerte alacsony részvétel mellett zajlott le a megyeelnök választás második fordulója. A legnagyobb meglepetést az okozta, hogy Besztercebánya megyében a szélsőséges nézeteiről ismert Marián Kotleba nagyon komoly előnnyel 71.397 szavazattal nyerte el a megyefőnöki posztot. Ennek okát több politikai elemző is a romák megoldatlan szociális és integrációs gondjainak évtizedek óta húzódó ügyében látja. A politikai ellenzéknek csak Pozsony megyében sikerült legyőznie a kormánypárt jelöltjét, ott tehát Pavol Fresó lesz a megyefőnök. Nyitra megyében szintén rendkívül alacsony volt a részvételi arány, és az ellenzéki jelöltnek, Tomás Galbavinak nem sikerült legyőznie Milan Belica jelenlegi megyefőnököt. 56-44. Ilyen arányban nyert a megyeelnök választás második fordulójában Milan Belica, a Smer jelöltje Nyitra megyében, és megtartotta posztját, amelyen 2001 óta ül, ezzel nem mellesleg csúcstartó a szlovákiai megyeelnökök között. Idén szétesett a 2005-ben összetákolt szlovák koalíció Nyitra megyében. Tomás Galbavi személyében a jobboldali pártok, a KDH-t kivéve, valamint a Híd és az MKP által indított megyeelnök jelölt szállt ringbe. Az első körben 9% ponttal kevesebbet szerzett Galbavi Belicánál, a különbség a második fordulóban is megmaradt. Vajon miért? Ennek okai több eredőre vezethetők vissza. Egyrészt a déli magyar lakta járások alacsonyabb részvételi aránya miatt. Míg a komáromi vagy a vágsejei járásban csak a választópolgárok 13-13%-a voksolt, a szlovák aranyosmaróti járásban viszonylag sokan járultak az urnákhoz. Kulcsfontosságú volt a legnépesebb járás, a nyitrai járás relatív magas részvételi aránya. Ez ugyanis Belica egyik bástyájának számít, taglalta az okokat az Új Szónapilap. Az érsekújvári járásban a második fordulóban Tomás Galbavi 40,1%-ot szerzett, Milan Belica viszont 59,9%-ot. Milan Belica több mint 11.000 szavazattal szerzett többet a megyei választások második fordulójában, mint kihívója Tomás Galbavi. Párkányban egyébként a második fordulóban 15,2%-os volt a részvételi arány. Nagyszabású gálaműsorral ünnepelte meg fennállásának 30. évfordulóját a Stilla Pectus női kar. A kórus az eltelt 3 évtized alatt fogalommá vált Párkányban és környékén, rangos szakmai díjakat nyert, rendszeresen fellép a galántai kodálynapokon is. Sikereiket, díjaikat több oldalon keresztül lehetne sorolni, előadásaikkal nemzedékeket neveltek az igényes kórusmuzsika szeretetére. Az ünnep kapcsán nem csak az eddig megtett utat elevenítettük fel Pap Katalin kórusvezetővel, de a műfaj sokszínűségéről, a karéneklés közösségi, összetartó erejéről is beszélgettünk. 1983-ban alakult a kórus, annak idején Gulyás Györgyi alapította, beszaladt a zenetanárok osztályába az akkori zeneiskolában, és azt mondta, hogy ilyen-ilyen évfordulós ünneplés van, énekelnünk kéne valamit, kiosztottak ottákat, megtanultuk, 2 próbával felléptünk, aztán jött a következő fellépés, és kialakult belőle egy gyakorlat, hogy van egy kórus zeniskolás tanárnőkből, akit fel lehet léptetni különböző alkalmakkor. Jöttek olyan pillanatok, aminek aztán örültünk, versenyek, megmérettetések, és egyszer csak Gulyás Györgyi ugye úgy döntött, hogy elment az országból, máshol talált munkahelyet, és ott maradt egy csapat hölgy, akik meg voltak szokva hetente rendszeres munkához. Hát énekeltünk tovább. A kezdetekben nem álltam ki a kórus elé, hisz tudva le, hogy az én szakmám hegedű tanár vagyok, hegedűs elsősorban, de az éneklés ereje volt az, ami összefogta a társaságot. Gyakoroltunk, énekeltünk, nem volt ebben akkor egy különös elszántság, csak úgy mindig eleget tettünk az adott elvárásnak. És ahogy így épült folyamatosan az egyik fellépés a másikra, közben jöttek az olyan megmérettetések, sikerek, ami jól esett az embernek. Mindenképpen minden fiatal pályakezdő muzsikust motivál az, hogy bizonyítson. Ezek a kezdő években így is voltak, egyre több elszánt embert sikerült magunk körül gyűjtenünk, hisz tudva le, hogy női karból aztán vegyes karként is tevékedtünk nagyon sok éven keresztül.
Most tényleg nem szeretném felsorolni azt a sok versenyt, amit kiemelnék mindenképpen a Galántai Kodály napok, ez a szlovákiai magyar kórusoknak a mekkája, ha szabad így mondani. Függetlenül attól, hogy éppen milyen stádiumban volt a kórus, hogy most szinten énekeltünk, vagy egy kicsikét lejjebb kellett engedni azt a bizonyos mércét, kötelességünknek éreztük, hogy mi ezen a 3 évente megrendezett magyar kórusok találkozóján részt vegyünk, és ez most is így lesz 2014 májusában. Ezen kívül több nemzetközi versenyen, Prágai Karácsony, ahol szintén jó helyezést értünk el, a pécsi Bartók Béla kamarakórus verseny, és nem utolsó sorban a debreceni verseny, ahol nem is azt mondanám, hogy európai kórusok megmérettetésére kerül sor, hanem az egész világból, a Fülep-szigetektől kezdve amerikai, svéd kórusokon keresztül mindenki részt vett. Ide kaptunk meghívást. Például ennek kapcsán azt is elmondanám, hogy az ilyen világversenyeknek már nagyon komoly befizetendő díja van, hogy egyáltalán részt vessen egy kórus. Előre kell anyagot elküldeni, amit a zsűri kiválaszt, hogy egyáltalán meghívhatják-e azt a kórust. Itt is sikerült szépen szerepelni az elmúlt években, ez az utolsó 5 év eseményei közé hozzátartozik. Tehát így nehéz röviden elmondani azt a sok-sok versenyt, de nagyon fontosak ezek a versenyek, még akkor is, ha a kórus legtöbbször, illetve csak nem mindig, főként amatőrökből áll. De olyan lelkesedést, amit mondjuk egy amatőr énekes, aki nem zenész, aki nem ismeri a kottát, az, ha neki fog, és ahogy igyekszik azt az örömet, az egy állandó olyan motiváló erő számomra, hogy azt hiszem, mondhatom bátran, hogy ebből táplálkozik az embernek a jövője. A 30 év alatt a Stilla Pectus nem csak neves karnagyokkal, zeneszerzőkkel dolgozott együtt, de repertoárjuk is gazdagodott, szélesedett. Természetesen más repertoárral mutatkozik be egy szakrális hangvitelő templomi fellépésen, teljesen mással mondjuk egy városnapokon vagy falunapokon, egy prágai karácsony versenyes. Nagyon sokszor a versenykiírásoknak is meg kell felelni, amit még például, aki picit hozzáért, ő biztosan tudja, hogy Orbán György Horét elénekelni a professzionális, evvel foglalkozó hivatásos zenészeknek is nagyon nehéz. A kórusunk ezt nagyon szépen például megoldotta, erre nagyon büszke vagyok, mert amikor először láttam a kottát, azt mondtam, hogy Atya Úristen, ez nekünk nem, és ők beszéltek rá, hogy dehogy nem. Szóval ez, és itt is előjön az a körforgás, amit az előbb említettünk. Ami nagyon jó, hogy nyitott a kórus. Tehát adódik ez abból, hogy fiataloktól, tehát 14 éves koroktól egészen a nyugdíjas korosztályig minden korosztály megtalálható. Szép ez a hangzás szempontjából, szép együtt homogén hangzást tudok ebből kialakítani. Másrészt mindig van mindegyik korosztályból az a réteg, aki ezt vagy azt a műfajt szereti. Tehát valahogy mindig a másik kedvéért is tudunk igazodni ebben, és így tudunk megfelelni aztán a bizonyos elvárásoknak, amivel egy-egy fellépés jár. Szakrális, magyar zeneszerzők műveit nagyon szeretjük énekelni, népdal feldolgozás, ami nagyon jól áll a kórusnak, de mivel, hogy vegyeskar is voltunk és vagyunk is, hiszen a gálán is elhangzott több zenemű opera részlet is, ilyen jellegű műveket is énekelünk. Most éppen a gála hangversenyen, ugye már említettük, mivel Verdi év van, ettől a zeneszerzőtől hallhattunk több opera részletet. Például, amit említettem Debrecenben, ezen a kórusvilágversenyen, ahol részt vettünk 2-3 éve, ott kortárs művek hangozhatnak csak el, ilyen a kötelező mű, és ilyen a választott repertoár is. Kicsikét mindig húzódoztam a kortárs művektől, hiszen nem olyan kellemes hangzású, nem olyan megszokott hangzású, főleg egy amatőr kórus életében. Nagyon fontos mérföldkő volt ez, mert azóta nagyon szeretünk kortárs szerzők műveit énekelni, és az egyik díjunk is, legjelentősebb díjunk például magyar kortárs zeneszerzők legszínvonalasabb megszólaltatásáért kaptuk a legutóbbi Kodály napokon. Akkor mondjuk ezt, hogy mit is énekeltetek akkor? Orbán György, Vajda István,
Szokolai Sándor, és még sorolhatnám. A Stilla Pectus nem csak klasszikus kórusművekkel lép a közönség elé, de időnként a könnyű műfajjal is sikert arat, pedig az úgynevezett könnyű műfaj nem is olyan könnyű. Például a legutóbbi események közé tartozik Zahova Jerci bácsinak 100. évfordulója, és nagyon sok kórusművet, ami még megtalálható itt a polcokon, Jerci bácsi kézírásával és kórusunknak ajánlotta. Tehát a mi előadásunkban szólalt meg először erre, és nagyon büszkék vagyunk, és nagyon szeretjük ezeket a műveket. És szinte anyanyelvű szinten énekli ezt a kórus. Természetesen filmzenéket nagyon szeretünk énekelni, spirituálékat. Volt is, vannak ilyen estek, amik kimondottan ezt a fajta zsáner stílust közelíti meg, bevonva ezzel a pici gyerekeket is, és aztán egyszer csak észre sem veszik, és már a filmzenéből és a slágerből ott vagyunk a hip-hop, a komoly zenében, és a gyerek ugyanilyen nyitott erre, és ugyanígy elfogadja, de nem lehet panaszunk a Párkányi közönségre sem, hiszen most már olyan kórusmuzsikát szerető közönséggel vagyunk körülvéve, hogy bárhová megyünk, nagyon szívesen fogadják ezt az úgynevezett könnyebb stílus, bár én ezt megkérdezem, mert jól elénekelni egy könnyebb stílusban, egy spirituális sem egyszerű dolog, de ugyanilyen szívesen meghallgatnak egy opera részletet, vagy egy kortárs zeneműt, ami hangzása tényleg, amit említettük, hogy nem egy szokványos előadásmódot igényel. A Stilla Pectus a magyar és a szlovák kórus mozgalom kiváló karnagyaival is együtt dolgozott, neves zeneszerzők írtak műveket számukra. A teljesség igénye nélkül említsük itt meg Zdenko Trebulát, Strauss Kálmánt, Sapszon Ferencet, Ladislav Novákot, Milan Hrusovszkit, Horváth Gézát, Stubendek Istvánt. Vagy a szólisták és vendégek közül Pitti Katalint és Otto Klein operaénekest. Gerd Sorg, német zeneszerző például a debreceni világversenyre saját eredeti kottáját bocsátotta a Stilla Pectus rendelkezésére, művét, az Agnus Deit sikerrel mutatták be, és azóta megbecsült barátja az énekkarnak. A kórus a közeljövőben sem tétlenkedik, a koncertnaptár már szinte most betelt. November 17-én a Komáromi Dalegylet 150. évfordulója, megalakulásának 150. évfordulója alkalmából rendeznek Stubendek Istvánék egy kórus találkozót. Ide készülünk nagy szeretettel, majd december 1-én az Isaszegi Református Egyház női kara meghívására készülünk itt is egy fellépésre. Természetesen részt veszünk december 15-én a Párkányi, általunk szervezett Párkányi karácsonyi hangversenyen, a Kultúrház által szervezett 20-án karácsonyi vásár keretében megmutatkozó helyi csoportok rendezvényén, majd Muzslán a polgármester úr 22-én decemberben vasárnap készít a templomban egy adventi hangversenyt. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez a december egy kórus számára szolgálatok hónapja, és természetesen a református imaházba is készülünk egy adventi hangversenyre, de nagyon nagy öröm ez számunkra. Mi így készülünk a karácsonyra. Említetted a jövő évet, 2014-ben pedig... Akkor csak egy nagy komolyabbat mondjunk, jó? Igen, a Kodály napok. Megint esedékes májusban, úgyhogy januártól ez már egy heti egyszer vagy kétszeri próbát jelent a tagok számára. Bár a Stilla Pectusnak az évek során többször is az alapoktól kellett újrakezdenie, és egy ideig vegyes karként is működtek, Pap Katalin szerint a közös, katartikus élmények és a közös éneklés varázsa életre szólóan kovácsolja össze a csapatot. Amit annak idején áldozatnak éreztem, hogy most ezt is kellett, meg azt is kellett, a másikok talán többi talán észre sem veszi, utólag rá kellett jönnöm, hogy én tartozok köszönettel. Olyan ajándék ez az életnek, ami nem ez a legfontosabb, hogy önbizalmat ad, hanem egy olyan oda-visszaforgó szeretetet. Ez egy állandó körforgás. Egyszerűen nem tudok adni annyit, amennyit én visszakapok. Sokkal többet kapok szeretetben, egymásra figyelésben. És egy olyan feloldozottságot is ad egy-egy kóruspróba, aminek évekkel lettek ezt is, míg az ember tudatosítja, hogy egyszerűen a hétköznapi problémák elfelejtődnek, megtisztulva, megkönnyebbülve gondolok vissza egy pár órás azelőtti eseményre,
és olyan távolinak tűnik. Én csak kívánni tudom, hogy minden ember életében egy valami ilyesmi létrejöjjön, amikor így bele tud feledkezni. A problémákba, gondokba, bajokba elfelejtve feltöltekezni. Lehet ez jóga, lehet ez úszás, lehet ez éneklés. Remélem, hogy sok-sok fiatalt fogunk tudni még továbbra is motiválni az éneklés felé. Ehhez csak annyit fűznénk hozzá, boldog születésnapot Stilla Pectus, és további sikerekben, élményekben gazdag 30 évet kívánunk. Predsezónne nejaké plány boli také, že vychádzali sme vlastne z toho, že nás čaká reorganizácia súťaží, čo vyplýva, že vlastne treba byť v súťaži 4. lige Juhovýchod. Ja typujem v kľudnej vody 6. miesto, už také nebezpečnejšie je 8. Môže sa stať pri nejakej konštelácii lepších hviezd, že až 10 mústiev zostane v 4. lige. Treba si uvedomiť, že terajšia 4. liga je 5. súťažou, takže reorganizácia bude vlastne riešiť to, že tie súťaže nebudú posunuté, nebude tam medzičlánok, ako bol doteraz, ale vlastne pôjde od 1. ligy až po tú 7. ligu v poradí, takže tam nebude medzičlánok, ak je teraz, že je 1. Corgon liga, potom je 1. liga, 2. liga, 3. liga, majstrovstie regiónu a 4. liga. Tým pádom vlastne hráme 5. ligu. Tým pádom, že by sa nám podarilo byť medzi prvými 6 mužstvami, tak by sa stalo to, že zostaneme už 4. lige, nie 5., 4. A úroveň 4. ligy samozrejme sa navýši tým, že z majstrovstie regiónu vlastne mužstva budú klesať do tejto súťaže, ktoré doteraz vlastne pôsobili v tej 4. lige, 3. takzvanej, ako ju ľudia laicky poznajú. Takže vlastne tá 4. liga by mala byť ešte kvalitnejšia. Toto je náš cieľ. Samozrejme, jeseň dopadla ako dopadla. Nemôžem byť spokojný, ani nie som, lebo si myslím, že mužstvo bolo v lete veľmi dobre pripravené, aj to ukazovali aj prípravné zápasy, aj vlastne prvá časť súťaže. Bohužiaľ, vtedy sa stalo, čo sa stalo. Každý vie v meste pravdu, polopravdu. Ja by som to tu nerád rozmazával. Sú to vnútorné záležitosti klubu. Ja viem, že občania alebo športová verejnosť by mala mať právo vedieť o tomto celom, ale k tomu by trebalo aj druhú stranu a tým pádom, že tu sedím sám, tak sa k tomu nebudem až tak celkom vyjadrovať. Len toľko k tomu poviem, že hráči nedodržali pravidlá hry, zachovali sa voči kolektívu nie práve férovo a od toho času sa dá povedať, že to mužstvo sa trošku rozštiepilo a vlastne niekde aj výsledky už potom tých ďalších zápasov vyzerali tak, ako vyzerali. Teraz by som klamal, keby som povedal, že viem si s nimi predstaviť do budúcna spoluprácu, no neviem si predstaviť spoluprácu s nimi, lebo títo dvaja hráči prišli domov do Štúrova, prišli a dohodli sme sa na určitých podmienkach, mali byť lídrami, mali byť ťahúnmi mužstva. Bohužiaľ, z môjho pohľadu, ale myslím si, že aj z pohľadu
väčšej verejnosti ľudí, ktorí chodia na zápasy, mi dajú zapravdu, že to, čo som urobil síce neskôr, som mal spraviť hneď vtedy, keď to prvýkrát spravili, keď opustili vlastne mužstvo. Mrzia ma remízy doma, či s Vlčanmi, kde sa cítim trošku, aj vlastne celé mužstvo trošku poškodené rozhodcovskou trojicou a samozrejme veľmi slabý výkon druhého polčasu s veľkými Lovcami. Ďalšia remíza, keď by sme pripočítali k terajším 22 bodom ďalšie 4 a nerozprávam o ďalších zápasoch, čo sme fakt trošku ako pokazili alebo nebolo šťastia, tak to mohlo vyzerať úplne, úplne ináč, tá tabuľka. Teraz nás čaká jar. Jar je vždy ťažká, hlavne vždy vtedy, keď sa robí reorganizácia. Dúfam to, čo sa potvrdilo a potvrdzuje už roky, rokúce v Štúrove, že toto mužstvo má jarnú časť vždy lepšiu ako jesennú. Dúfam, že sa to neotočí, prídu k nám aj kvalitní súperi, súperi, ktorí idú na postup ako Šurany, ale tak prídu mužstva, ktoré sme aj nabili vonku, uvidíme, jak to celé dopadne, samozrejme dopredu nevidíme, ale ja si myslím, keď už sa poskladá to mužstvo a zomkne sa, samozrejme sa uzdravia, už by mal Norbertáčik začať trénovať tento týždeň, vlastne tento mesiac. Tomáš Kunik by mal začať tento mesiac trénovať a možno sa nám podarí doniesť, získať nejaké opory aj z okolitých dedín, tak tým pádom dobrá zimná príprava, ukludnenie v atmosféry v kabíne a zajtra by sme ináč zhodou okolností aj mali sedieť ako kabína, tréner a vyjasniť si určité záležitosti a uvidíme, ale ja pevne dúfam, že chlapci zavojujú a už štvrtú ligu udržíme a čas potom ukáže, či budeme mať naviac niekedy.